A végső Bálintot sérülés miatt nélkülöző hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 29-9-re nyerte a Nyíregyháza. A folytatásban kapaszkodni kezdtek a fővárosiak, akik a nagyszünetig 4 pontot tudtak ledolgozni hátrányukból. Fordulás után tovább zárkózott a TF Budapest, a negyedik negyed derekán már csak 4 pont volt a két csapat közötti különbség. A hazaiak azonban újítani tudtak, és a hajrában szerzett kosaraknak köszönhetően győzelemmel zárták az alapszakaszt. Ezt a meccs bebizonyított, mennyire fontos a magyar fiatal játékos szabály. Nem ezért, mert egyik jó játszik, másik rosszabb. Szerkezetileg, mikor baj van, nem lehet váltani. Nagyon tudtok, hogy a végső Bálint az első számú, és pont ilyen poszton, ami erre meccsnek kell. Elején nagyon szépen játszottunk, úgy, ahogy kell a rájátszásból játszani, de szerintem most olyan, mióta nyertünk 10-szor, olyan másképp ez, mikor játszunk egy ilyen csapat ellen, kötelező nyerni, és kötelező jó játszani, és mint a Miskolc ellen, 30 pont, TF ez egy jó csapat, bebizonyítod, hogy a rájátszásban van. Ezt a csapat nagyon kellemetlen szerkezetre játszik. Megoldottuk elején az, amit probléma volt Andát és a magasságát. A vendégek megbízott vezetőedzője szerint számukra csak a második negyedben kezdődött el a mérkőzés. Úgy érkeztünk meg Nyíregyházára, hogy szeretnénk a 6. helyet megszerezni, ugye ez csak győzelemmel lehetett. Ezt képest meghoztuk meg a nyuszit úgy gondolom Nyíregyházára egy 20 pontos előnnyel. Onnantól kezdve viszont 3 negyedet tudtunk nyerni, úgy nehéz ugye mérkőzést nyerni, hogy 17 rádobással több van a csapatnak, mert engedtünk 24 támadó lepattanót a Nyíregyházának. Szerintem egy nagyon küzdős férfias mérkőzést látott, aki kilátogatott így húsvét vasárnap. Nem feltétlenül a pontdobás miatt, de egy férfias mérkőzést sikerült játszanunk. Tarján Izsák 11 pontot szerzett a mérkőzésen. A játékos bízik abban, hogy az első negyedben mutatott játékukat meg tudják ismételni a folytatásban is. Minden csapatot szerintem ebben a bajnokságban meg tudunk fogni egy ilyen kezdéssel, csak ahhoz folytatni is kéne, tehát az első negyedben egy pofont lekentük az ellenfélnek, amit utána folyamatosan kaptunk vissza, tehát 3 negyeden keresztül hagytuk őket kapaszkodni, ami most belefért, mert szerencsénk volt, és úgy jött ki, hogy meg tudtuk tartani a TF-et, és be tudtuk húzni ezt a fontos győzelmet, viszont lehet, hogy legközelebb már nem lesz a lehetőségünk, tehát a playoff alatt mindenképpen jobban oda kell tennünk magunkat egész meccsen. Az alapszakasz záró fordulójának további eredményei a következők: Salgó-Tarján-Cegléd 90-99, Új-Buda-Mafsz Óbudai Kaszások 98-79, Jászberény-Deac 23-80-42, Fót-Meafc 96-73, BKG Prima Akadémia Budafok 86-67 és Vasas Akadémia Pécsi VSK 59-65. Az alapszakaszt a Pécs nyerte 23 győzelemmel és 3 vereséggel. A 12-14-es mutatóval 7. Nyíregyháza a 2. Új-Buda-Mafsz ellen játszik 2 győzelemig tartó párharcot a legjobb 4 közé kerülésért.